Szeretettel köszöntök mindenkit, Gajas Veronika vagyok, a Magyar Zsonglőr Egyesület elnöke, és ezt a webinárium sorozatot a Cirkusz Mindenkié könyvünk tavalyi megjelenése alkalmából szerveztük. Minden alkalommal egy másik fejezet szerzője a szerzőcsoportból adja elő egy kicsit élőbben, sok példával és ötlettel gazdagítva a saját szakterületéről írt előadását. A másik apropója pedig a webinárium sorozatnak, hogy most idén 20 éves az Egyesület, úgyhogy ezt azzal a kis képi formában szoktam megvilágítani, hogy ismét egy szelet következik a szülinapi tortából. Ez most már összességében az ötödik szelet, hiszen volt egy nemzetközi webinárunk, ahol az Inspirál Cirkusz Központ művészeti munkáját mutattuk be, és az alkotó artisták mutatták be saját előadásukat, illetve ezt követte négy olyan webinár, ahol a könyvünk szerzői prezentáltak, és hát jövő héten következik ebben a sorozatban az utolsó tortaszelet, és ennek az elfogyasztására is már most meghívnék mindenkit, akkor majd Tóth Mónika fogja bemutatót tartani. Amire fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ez a könyv, a Cirkusz Mindenki, letölthető a zsonglőr.hu oldalról, a tudástárból. Egyébként a zsonglőr.hu oldalunkat azért is érdemes böngészni, mert mi ezt tulajdonképpen egy archívumként is használjuk, és az elmúlt 20 évben keletkezett rengeteg iromány, képek, mindenféle linkek ott megtalálhatóak, úgyhogy aki szeretne egy kicsit még jobban elmélyedni ebbe a témában, és utána olvasni, vagy akár a művészeti munkánkban, vagy az oktatási területünkön, akkor ott mindent megtaláltok hozzá. És javasolnám azt is, hogy a Cirkusz Mindenkié Facebook oldalunkat kövessétek, aki még nem ismeri ezt az oldalt, akkor szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hiszen minden hírről, eseményről, amiket szervezünk, ott tudtok pontosabb információt kapni. Úgyhogy én a mai naphoz mindenkinek egyrészt jó szórakozást kívánnék, másrészt pedig egy nagyon tartalmas időtöltést, hiszen egy igazán izgalmas előadás következik, és akkor szeretném átadni a szót kollégámnak és barátnőmnek, Stallenberger Dórának, úgyhogy Dóri, kérlek, akkor tartsd meg az előadásodat. Köszönöm a szót, Veró, és nektek is köszönöm, hogy ma eljöttetek, és itt vagytok mindannyian velünk. És persze azoknak is köszönöm, akik utólag nézik ezt a videót, és rákattintottak erre a címre, felkeltette ez az érdeklődésüket, hogy mi lehet ez, cirkusz, sérült gyerekek, mert úgy gondolom, hogyha ez felkeltette az érdeklődésedet, akkor te rossz ember nem lehetsz, és akkor se aggódj, hogyha senkihez, semmelyik területhez nincsen semmilyen között, mert biztos, hogy olyan tudásanyaggal fogsz távozni, amiből, ha más nem is, de te biztosan profitálsz. Ez volt a reklám. Most meg is nyitnám a PPT-met, hogy stílusosan, gesztus nyelvvel köszönjem meg, hogy itt vagytok. Ezt a gesztus nyelvet használjuk a sulingba, és ez a mozdulat. A köszönöm. Sziasztok, Stallenberger Dóri vagyok. 8 éve vagyok konduktor és tanító. 6 éve foglalkozom értelmi sérült gyerekekkel a Váci Gusztáv gyógypedagógiai iskolába. Az IKZ az intellektuális képesség zavart jelöl, ez a hivatalos megfogalmazása a gyerekeinknek. 4 éve foglalkozok szociális cirkusszal, nem csak a suliban, hanem intézményen kívül is már. És 2 éve beszélgettünk Veróval, hogy de jó lenne, hogyha én is az éppen akkor készülő könyvbe írnék egy fejezetet. Hát ebbe belementem, mert hogy az alapötletem már megvolt. Ez az én fejezet címem, a terápiás célú cirkuszfoglalkozás értelmi és vagy mozgássérüléssel élő gyermekeknek. Igen, ilyen kis rövidet sikerült választani. Szóval az alapötletem megvolt, ugyanis én mindig is akartam összeállítani egy segédanyagot. Kvázi ez a fejezet egy segédanyag olyan
szakembere, olyan cirkuszi szakemberek számára, akik arra adták a fejüket, hogy ők már pedig értelmi vagy mozgássérült gyerekekkel szeretnének foglalkozni, de mondjuk nincsen konduktív vagy gyógypedagógiai tapasztalata, ezért én összeállítottam a gyerekekről egy ilyen kis útmutatót. Nyilván leírom a sérülés típusok milyenségét, velejáróit, igyekeztem nagyon érzékletesen leírni, és már amennyire egy szöveg engedi vizualizáltatni ilyen gyakorlati példákkal, adaptációs lehetőségekkel, hozok sok differenciált megoldási módot. Próbáltam az értőt, hát a megértést megtámogatni azzal, hogy cirkuszi példákat hoztam egy-egy sérülés típusra. Hát nyilván a képek sokkal többet elárulnak, meg sokkal szemléletesebbé teszik. Körülbelül ezt kaptuk a workshopokon is visszajelzésnek, hogy olyan jó lenne, hogyha láthatnának a gyerekekről képeket, videókat, mert hogy ugye mi workshopot is tartottunk, miután megjelent a könyvünk, ahol meg ilyen gyakorlati feladatokkal próbáltuk megtámogatni a könyvünk tartalmát. És hát elérkezett a webinárium, amire én pedig ezzel készültem, hogy bemutassam azt, hogy zajlik a mi intézményünkbe a cirkuszfoglalkozás. Az alábbi képen láthatjátok azokat az eszközöket, amikkel a sulink rendelkezik. Bal alul van ez a piros tárgy, ez a poi, felette a cirkuszi tányér, zsonglőrlabdák, zsonglőrlabda alatt van a virágbot a vezetőkkel, aztán ott van a virágbot felett a diaboló a vezetőjével, jobb oldalt ez a nagy tárgy a földön, ez a juggleboard vagy zsonglőrtábla a hozzátartozó színes labdákkal, cukorka színekben. Vannak még zsonglőrkendők, karikák és egy pávatoll. Ezeket használjuk az intézményünkben a cirkuszfoglalkozások során. Nekünk egy nagyon szuper iskolánk van, mert rettentő sok eszközünk van, és volt lehetőségünk több képzésen is részt venni, intézményen belül és kívül. A vezetőség nagyon támogató, juggleboardból 3 darab eredeti is van, és hát rengeteg eszközünk. És ezen felül kaptunk óraszám keretet arra, hogy kibontakoztathassuk a cirkuszi foglalkozásokat. Például 2 cirkuszszakköri órát tartunk a héten, kicsiknek és nagyoknak, illetve voltak COVID előtt még juggleboard órák, amik most már azért nincsenek, mert gondolom a COVID szabályozás miatt nem állt még vissza a régi rend, de hamarosan szerintem újra minden úgy megy, mint a karikacsapás, és ez is vissza, mert imádták a gyerekek, de semmi probléma, mert a juggleboardot be lehet emelni az órába is, és így is teszem én is. Az iskolánkban én tartom a cirkuszszakköri órákat, illetve még COVID előtt volt egy olyan felállás, amit úgy neveznek, hogy 2 tanáros modell, amikor is én bementem egy... Szia, Antónia! Kérdés van? Nézzem a csetet? Jó. COVID előtt volt egy olyan felállás, amit úgy nevezünk, hogy 2 tanáros modell, amikor én bemegyek egy óvis csoportba, vagy pedig egy sulis csoportba, vagy a nagyokhoz, és az ottani osztályfőnökkel, vagy délutános pedagógussal együtt közösen tartunk egy cirkuszi órát. Én hozom a cirkuszi tudást, ő pedig elmondja a gyerekeknek a speciális szükségleteit, igényeit, én megmutatom, hogy hogyan, miképp tudjuk megvalósítani azt, amit ők kitaláltak. Szóval ez egy ilyen
támogatói együttműködés. Nem én tartom csak egyedül az órát, hanem együtt. Kvázi megtanítom a pedagógust arra, hogyan vigye tovább, hogyan tanítsa ő is majd a zsonglőrködést annak a csoportnak. És hát ezt nagyon szerették a kollégák, és megtapasztalhatták azt, hogy mekkora öröm, hogyha történik valami kis változatosság a csoportba. Meg ugye tudjuk, hogy normál iskolában heti 5 testnevelés óra kötelező. Ez szép és jó, csak ennyi hely nincsen a tornateremben, vagy ennyi tornaterem nincsen, hogy ezt mind meg lehessen valósítani. Úgyhogy ott is kiválóan lehet alkalmazni a zsonglőrködést, mint mozgás. Igen, ez is. Ez egy óvodás csoportban voltam, ugye a két tanáros modell keretében belül, és nagyon picik a gyerekek, iszonyatosan picik, és a kendők elvarázsolták őket teljesen. Igen. Jó. Hoppá, már itt is tartunk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek mi a különbség az épfejlődésű kis Dóri között, illetve az értelmi sérült tanítványom közt. Az IKZ-val élő az azt jelenti, hogy intellektuális képességzavarral élő, tehát tanulásban akadályozott, vagy értelmileg akadályozott, tehát értelmileg sérült gyermek. Jó, motoros képességek, eltérések lehetnek. Nagy mozgás, szemkész koordináció, szuper. Gyógypedagógus. Még valami különbség. Azért tettem fel általánosan, hogy igen, mások tanítják őket. Több segítséget igényelnek az IKZ-val élő gyermekek. Nagyon jó. Ezek szuper válaszok. Így tovább. Jó. Én igazából arra gondoltam, más órákon vesz részt. Igen. Én igazából arra gondoltam, hogy az a különbség az épfejlődésű Dóri között, és az IKZ-val élő gyermek között, hogy ő tud zsonglőrködni. És nagyon tetszett ez a válasz, hogy motoros képességekben, mert én ugye konduktor vagyok, ilyen szempontból is közelítettem meg a mai prezentációt, és próbálok léptetni egyet. Igenis, a mi gyermekeink nagy hátránnyal, vagyis nagy kihívással néznek szembe, amikor cirkuszfoglalkozásról van szó, ugyanis érintett a finom, nagy mozgás, minden esetben a mozgáskoordináció, mozgásösszerendezés, mozgásbiztonság. Ezt a képet nem véletlenül választottam hozzá. Minden kép, ami a dián szerepel, picit passzol a fejlesztendő területekhez. A képen a tornatermünket láthatjátok, és két gyermeket, akik virágbotoznak. És én azért szeretem ezt a képet, mert ez egy produkcióból lett kifotózva, amikor is minden egyes órát úgy zárunk, minden cirkuszfoglalkozás lenne a tornateremben, hogy felkínálom lehetőségként azt, hogyha valami izgalmasat tanultak aznap, vagy valamit beszeretnének mutatni, akkor arra teremtek keretet, egy kis időt. Eldönthetik, hogy egyedül akarnak, párban, velem, csoportosan, de mondhatják azt is, hogy nem szeretnék ma éppen. Választhatnak hozzá zenét, és bármilyen eszközt, ami szimpatikus nekik. És ez a produkció, ez annyira váratlan volt, mert ez a szünet után tértünk vissza, és arra számítottam, hogy hát már sok mindent elfelejtettek, mert már rég virágbotoztunk, és pont azt választották, jó, csinálják, és minden trükköt, amit valaha tanítottam nekik, olyan
korrekt produkcióba összerakták zenére, ütemre, hogy elájultam. Voltak dobások, görgetések, hátradobások, fejfelett elkapások, pózolások, meghajlás. Ja igen, ezt szoktam tőlük csak kérni a produkciónál, óravégi produkciónál, hogy tisztességesen vonuljunk be, hajoljunk meg, és kezdődhet a produkció, ugyanígy záródjon. Na, közben elkalandoztam. Hátránnyal indulnak a mi gyerekeink, mert fejlesztendő terület lesz a síkbeli, térbeli tájékozódás, érintett a keresztező mozgás, és a testközépvonal átlépés is nehezített. Erre hoztam a jobb felső képet, mert ahogy megnézhetitek, ahogy látjátok, itt a gyermekünk már pedig átlépi a testközépvonalát, keresztező mozgást végez a cirkuszi kendővel, és hát ritmus is kell hozzá. Nyilván nem az összes fejlesztendő terület, ami itt szerepel, nem csak azt fejleszti a képen látható dolog, csak kiemeltem egy-két dolgot. A lenti képen pedig a juggleboard látható, igen, így is lehet használni, hogy neki támasztjuk egy tárgynak, és azon is látható, amint a gyermek a kezével keresztez, átlépi ugyanúgy a testközépvonalát, és van egy ilyen tulajdonság ennek a juggleboardnak ebbe az állapotban, hogy gyorsan gurulnak rajta a labdák, és azt még mielőtt legurul, el kell kapni. És így kell kialakítani egy harmonikus ritmust ez esetben, ennél a feladatnál vagy játéknál, ami a képen szerepel. Illetve hoztam egy harmadik eszközt is, ez pedig a poi. A poival lehet magunk előtt körözni, fejünk felett, oldalsíkban, hátunk mögött, és lehet vele magunk előtt keresztezni, végtelen a variáció. Fejlesztendő terület lesz a gyerekeinknél a testkép, testséma, tájékozódni a saját testem és a testtudat is. Én egy pávatollas képet hoztam erre, mert egy, nagyon imádom ezt az eszközt, kettő, mert ezzel lehet a legviccesebben fejleszteni szerintem ezeket a területeket ezen az órán. Ugyanis a pávatollal kb. Minden testrészen lehet egyensúlyozni, lehet itt differenciálni. A legegyszerűbb szerintem, ha a tenyér közepére beletesszük, aztán lehet variálni, hogy a kéz hátra, könyökhajlatba, várra, térdre, állra, az a kedvencük, és így játékosan tanulni a jobbal oldalt, testrészeket, és hát van egy olyan tulajdonság ennek a pávatolnak, hogy azért ez el tud dőlni, de nem annyira agresszívan, nem olyan gyorsan történik, szóval van ideje reagálni a gyermeknek, és az az instrukció, hogy amerre dől a pávatol, arra megyünk. Imádják, és szerintem nagyon jó fejlesztő hatású cirkuszi eszköz. A gyermekeinknél érintett a szemkéz koordináció, amit már írtatok is, szemláb koordináció, vizuomotoros koordináció, és erre hoztam ezt a diabolós képet, ez a sárga tárgya diaboló, és ez egy nagyon komplex eszköz, mert hogy ezt úgy kell használni, hogy van ez a vezető, ez a hosszú fonal a két pálcán, ezt betesszük a diaboló alá, megsétáltatjuk, mint egy kutyát, az egyik oldalon felkapjuk, ügyesebbik kezünkkel így szeletelve bepörgetjük, meghajtjuk. De ez a diaboló tud olyat, hogy nem marad egy helybe, és így elforog. És azt követni kell egész testtel. Miközben irányítjuk a diabolót és hajtjuk, aztán dőlhet felénk, dőlhet előre, és ugyanúgy kell követni kézzel, ahogy dől. Szóval, ha felénk dől, akkor meg kell lökni, hogyha eldől, akkor meg kell húzni. Szóval ez egy még elmondva nagyon bonyolultan hangzik, olyan is egyébként nem egy könnyű eszköz, de úgy veszem észre, hogy minél nehezebb egy eszköz a gyerekeket, annál jobban érdekli. Nem tudom, miért van ez, ezt valaki
kezdj el kutatni, légy szíves, vagy ezt kutatják. Bende nevet. Alul látható egy kép, ami tökéletesen példázza a szemfixáció és szemmel követés megvalósulását, ez egy cirkuszi tányér. A cirkuszi tányért én ez esetben előre bepörgettem, mert nem volt elvárás a gyermektől, és nem ez volt a célom vele. Erre a tányérra szoktam rátenni ilyen élénkszínű szigetelő szalagokat, sárgát, zöldet, például erre a pirosra, mert sokkal tovább tudja figyelni a gyermek, mert megad egy ilyen plusz vizuális élményt. Amúgy ezen a diablón is, ha jól látom, vannak szigetelő szalag csíkok, csak azért, hogy lássa a gyermek, hogy forog az a diaboló, avagy sem, mert ugye ez is nehezített. Szóval megy a sufni tuning. És a mi gyerekeinknél fejlesztendő területek lesznek ezek is, amiket itt összeszedtem, de most nem fogom felolvasni, mert rengeteg. És erre hoznék egy példát, ahogy láthatjátok is a képen, itt kendőzünk, és valami nagy mozgásokba, táncolásokba vagyunk. Ez az egyik produkciónknak, közös produkciónknak a bevezető része. És egy produkció nálunk úgy néz ki, hogy csoportosan bevonulunk, aztán vannak páros feladatok, hogy megmutassuk, hogy milyen ügyesen dobunk keresztbe, mondjuk kendővel. Én mindenkinek van egyéni szereplése lehetősége, csak hogy érezzék azt, hogy milyen, amikor csak rájuk helyeződik a figyelem. És a végén pedig beállunk valami nagy fináléba, és megőrülünk, és mindenki azzal az eszközzel játszik, amivel legjobban szeretne. Így raknék össze egy produkciót. És miközben megy a produkció, szól hangosan a zene, ami alapjáraton megzavarja a gyerekeinket. Aztán észben tartani azt, hogy mi a feladatom, figyelni a másikat, esetleg engem másolni, mert szoktam súgni, figyelni a társamra, helyezkedni a térben. Egy produkció során annyi az inger, olyan gyorsan kell reagálni, hogy elképesztő, és megcsinálják. Meg tudták tanulni a produkciót, és nem kellett hajtani őket, mint egy vaskalapos tesi tanár, hanem élvezték is közben. Ó, kérdés. Remélem megfigyeltétek a képeket, mert kíváncsi vagyok rá, hogy melyik zsongőreszközt hagytam ki. Zseni, nagyon jó megfigyelők vagytok, megdicsérlek titeket. Igen, a zsonglőrlabdát hagytam ki. Szerintetek miért hagytam ki? Beszélgessünk már egy kicsit, imádom, hogy használjátok a csetablakot. Kedvét használsz helyette. Legösszetettebb, zseni, nagyon jó. Nincs rossz válasz, csak érdeklődök. Mert nehéz kézbe fogni, kigurul. Igen, lehetnének ilyen problémáink is. Súlyosabb gyerek, kisebbeknél vannak is, igen. Fogni nem tudnak annyira. Olyan is van. Legkevésbé kompatibilis velünk. Jó, zseni válaszok. Köszönöm szépen mindenkinek, aki írt. És azt tudom mondani, hogy ez is igaz lehetett volna, abszolút, de én azért hagytam ki a zsonglőr labdát, mert hogyha arról beszélek, hogy hát nem jutott eszembe, elfelejtettem berakni egy képet, nem, azért hagytam ki, mert szerettem volna bemutatni az összes többi zsonglőr eszközt, mert ha azt mondjuk, hogy zsonglőrködés, akkor mindenki a zsonglőr labdákra gondol, pedig ez nem így van. Láthattátok a virágbotot, a diabolót, és a többit, és a többit. És azért is hagytam ki a zsonglőr labdát, mert szeretném megmutatni nektek ma, hogy mi hogy tanuljuk, én hogyan tanítom a három labda kaszkádot a gyerekeknek. Finálé. Jó, még mielőtt megnyitnám a videót, nem akarom lelőni a poént. Szerintetek, írjátok meg a chat ablakba ezt is, hogy mi
a legbosszantóbb dolog szerintetek, mi a legnehezebb dolog a három labda kaszkádnál? Igen, ez ilyen csetelős beszélgetés lesz. Mi a legnehezebb? Mi a legrosszabb? Igen, érkezett, hogy három eszköz egyszerre. Hát igen, három eszköz. Hát igen, három eszköz van egyszerre a kézben, közben csak kettő, mert kettő van a kézben, egy a levegőben. Ugyanolyan magasra dobni, igen, az is nagyon nehéz. Jó, szuper. Hát, nekem nem ez volt a legnagyobb nehézségem, a legnagyobb bosszúságom. Én, amikor elkezdtem három labdát kaszkádozni, engem rettenetesen zavart, hogy leestek. Hogy állandóan hajolgatni kellett. Frusztrált, hogy nem maradt a levegőben elég ideig, hogy felfogjam, hogy hova kéne nyúlni, hol kéne elkapni. Nyilván kevés, lassú volt a reakcióidőm is, és nem volt elegendő időm ezeket összehangolni fejben. Én ezt az elemét, a gravitációt próbáltam kivenni, megadni a gyerekeknek az időt arra, hogy végig gondolják a mozdulatot, és fogadjátok szeretettel a videót, mert most már megnyitom és megmutatom. Oké. Okay. Szóval bemutatom elsőnek a zsonglőrdobást, aztán a földön leképezését. És az is leesik, igen. Szóval, mi ezt így szoktuk gyakorolni. Ez a szívecske és ez a kéz nálunk az intézményben. A piros szív a bal oldalt jelenti, jobb az pedig a kék kéz. Ezt adtam oda nekik ilyen vizuális segédeszköznek, hogy tudják, hogy ami a földön történik, az melyik oldalon történne a levegőbe. Ez egy ilyen előkészítő kis játék arra, hogy megtanuljunk három labdával kaszkádozni. Nézzük meg még egyszer a videót, és nézzétek meg, hogy tényleg ugyanez a mozdulat a levegőben, hát, vagy a földön. Bal kézből jobb kézbe. Vagy fordítva, keresztező, le. Dob, kap, és ennyi. Hogyan menjük? Na, mutatom a következő videónkat, amikor, ahol láthatjátok ezt a keresztező mozgást is. Itt egy kendő gyakorlatot fog bemutatni, igazából csak fel fogom dobni. Három eszközt fogtok ezen a videón látni. Feldobom, aztán páros kézzel, aztán váltott kézzel, és utána pedig végzek egy keresztező mozgást. Három eszközt láttok, ugyanaz a mozdulat, ugyanaz a trükk, és indul.
Szóval most láthattátok azt, hogy nem csak a földön gyakoroljuk a kaszkáddobást, hanem vannak egyéb módszereink is. Az egyik módszer nem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak más működik egyszerűen. Nálunk az volt a tapasztalat, hogy ez a földön tologatjuk a zsonglőr labdát, ez nagyon, nagyon kellett, hogy megérezze a gyermek ezt a ritmust, ezt a kereszteződést. Kántáltunk is mellé, hogy dob, dob, elkap, elkap. Illetve utána, ami nálunk könnyebb eszköz volt, és mondtátok is, a kendő, mivel ugye az lassabban esik. Nem hat rá olyan erővel a gravitáció. Én nem gondoltam volna bevinni a csoportba a kendőt első körben, mert engem az úgy összezavart, amikor három kendővel próbálták elmagyarázni nekem a kaszkádot, hogyha azon kellett volna megtanulnom nekem kaszkádot dobni, akkor soha, soha nem zsonglőrködök három labdával. És szóval egyik eszköz sem jobb vagy rosszabb, mint a másik. Ahogy láthattátok, én beemeltem a juggleboardot is ebbe. Ugyanúgy meg lehet tanulni juggleboarddal is zsonglőrködni, három labda kaszkádozni. Hozok mindjárt videót, most ugye az előzőben láttátok ezt a két tárgyat, feldobunk, aztán váltott kézzel, utána keresztezve. Most a következő videóban láthatjátok azt, hogy a juggleboardon hogyan valósul meg ez. Egyszerre feldobom, illetve váltott kézzel feldobom, hogyan képeződik le. Na. Aha. Most már el is kapja a kezével, szuper. Kezd belejönni a gyermek, mert most már érzékeli azt, hogy a videó vége felé, hogy már el is kéne kapni. Tehát elkezdte felvenni azt a ritmust, amit a zsonglőrtábla dőlés szöge rákényszerített. Lehetne egy icipicit alacsonyabban ez a zsonglőrtábla, mert szerintem egy picit gyors, gyors ennek a fiúnak, de a végére egész jól, ügyesen felvette, mondom, a ritmust. Igen, a zsonglőrtábla azért már egy picit nehezebb, ugyanis alkalmazkodni kell valaminek a ritmusához. A kendőnél is ugye azért van egy zuhanási sebessége, azért ennek a labdának egy kicsit nagyobb a sebessége, mint egy kendőnél. Jobban ott kell lenni fejben, és észnél kell lenni, figyelni. Uh-huh. Aztán most mutatom, hogy hogyan lehet. Igen. Leképezni ezt a keresztbedobást, amit láthattatok már, gurítva a juggleboardon, és illetve labdával, kendővel a levegőbe. Ezt ugyanúgy juggleboarddal is lehet képezni. Picit ez így nehezíti. Na, induljál. Ő egy régi juggleboardosom, és tök érdekes megfigyelni, hogy néha előjön benne belőle az, hogy egyszer a bal kezével, és egyszer a jobb kezével indítja. Szóval ő nem ma kezdte, nagyon professzionális. Igen, itt a vége. Azt mondta. Most pedig szeretném nektek megmutatni, hogy
milyen, milyen verziói vannak a három labdakaszkád tanítására még. Ugye, ott van a... Itt van a kendő, amiről beszéltünk. Ugyanez a mozgás leképezve levegőben. És a checkerboard fekve egyedül. Ez is ugyanaz a mozgás, mint az összes másik zsonglőr eszköznél. Ugyanaz a keresztező mozgás, ugyanaz a kaszkád. Okay. És most szeretném megmutatni az egyik gyerekemet, akit az előbb láthattatok, hogy a döntött juggerboardon hogyan képezi le a három labda kaszkádot. Szuper. Itt már kicsit lejjebb tettem neki a juggerboardot, hogy több ideje legyen egy kicsit gondolkodni. Majd később feljebb tudjuk pakolni akár egy székre, akkor gyorsabb lesz. Messzebbre nyúlva pedig több ideje lenne elkapni és a következő labdát és átpakolni. Szóval lehet ezzel differenciálni és variálni. Ezt a tanácsot adtam neki is, hogy minél messzebb teszi a labdát, annál több ideje lesz a következő labdát elvenni és áttenni a másik oldalra. Én... ezeken a módokon szoktam előkészíteni, és gyakorolni a három labda kaszkádhoz szükséges mozgásokat, ezeket a keresztező mozgásokat. Ezzel fejlesztem a ritmusérzéküket, ami szintén nagyon szükséges ahhoz, hogyha valaki szeretne zsonglőrködni. Igyekszem fejleszteni a reakcióidejüket. Jaj, vannak itt kérdések. Igen. Mendez, kérdés nekem? Vagy a kérdés végére, hogy mennyire élvezik a gyerekek a juggerboardos játékot? Elnézést, hogy kiszólok. Ez most kérdés nekem? Ja? Hogy mennyire élvezik a gyerekek a juggerboardos játékot? Hát, imádják. Imádják, mert mint ahogy mondtam, nagyon sok a differenciális, differenciálási lehetőség, tehát egyáltalán nincsen, meg tudom oldani, hogy ne legyen kudarcélményük, és nem csak zsonglőrködni lehet rajta, ahogy mondtam, hanem vannak ritmusfejlesztő gyakorlatok, és nem csak egyedül lehet ezt használni, hanem párban is. Nem terveztem ezt a videót megmutatni, de akkor megmutizom azt is. Jó. Oké. Az előbbi két fiú látható itt, és ritmusjátékokat játszanak a juggerboardon.
nyilván a cél az lenne, hogy felvegyék egymás ritmusát, ami egyébként meg is valósult a végére. Ahogy láthatjátok, az elején nagyon egy ritmusban vannak, nagyon egymásra figyelnek, aztán szétcsúsznak egy icipicit, és bizonytalankodnak, majd elgurul egy labda. Tehát ez megtörténik, mindegy, nagy volt a nevetés, erre is rengeteg variáció van. Ilyen formában lehet egy labdát is borítani, mondjuk képzeljétek el azt, hogy csak a zöld labdák vannak a juggleboard pályán, és egyik oldalról a másikra gurítod, szembe a társaddal. Aztán lehet pacsizni, még mielőtt elkapod a guruló labdát, szóval indítod bal oldalról, pacsizol társaddal, jobb kezeddel elkapod. Aztán lehet olyat csinálni, hogy indítod ezt a zöld labdát ugye bal oldalról, megérinted jobb kézzel az orrodat, majd elkapod a jobb oldalon a zöld labdát. És mindezt tedd úgy, hogy egyszerre történjen a társaddal. Figyeld az ő tempóját, vegyetek fel egy közös ritmust, és ne keverd össze a bal és jobb kezedet, illetve a mozgás sorrendjét. Azért ez elég komplex, elég nehéz, de ők ebben nagyon ügyesek, és ezt nagyon imádják. Vagy, jó, még egy videót megmutatok, az is, hol van, aztán sem, jó. Az pedig a sima mintázat a juggleboarddal. Jó, itt van. Szóval vannak minták, mintázatok, ahogy lehet juggleboardozni, és az az érdekesség ennek a videónak, hogy bementem ebbe a terembe, és ez a fiú, ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen volt nálam juggleboard órákon, és ő egy nagyon érdekes kis esettanulmány volt, mert én annak idején a juggleboard órákra, amikor egyéni órában tartottam, olyan gyerekeket vittem el, akiket nem szoktak elvinni fejlesztésre, mármint tehetséggondozás címszó alatt. Szóval, értitek. És hát ez a fiú az elején megfogta a labdát, és a tükörhöz ütögette, vagy eldobta. Így zajlott az első, nem tudom hány, juggleboard órám. Aztán szép lassan megismertettem vele, hogy milyen jó dolog, hogyha azt a kék labdát ott középen neki gurítom, ő pedig nem eldobja, hanem visszagurítja nekem. És milyen az, amikor két ember között létrejön egy kapcsolat, egy közös ritmus. Hát ez nagyon hosszú út volt, de nézzétek meg az eredményt, kérlek. Hát elképesztő, hogy honnan, hova eljutottunk, és hogy élvezi. És ha sokáig játszunk, mert azért a mintázatnak van további variációja, akkor jobban kijön az, hogy milyen meditatív állapotba tudunk kerülni, ahogy felvesszük egymás ritmusát, és együtt játszunk.
és ez is volt a célom vele, hogy ezt az érzést megtapasztaltathassam, hiszen így is túl van ingerelve az ő idegrendszerük, és mennyire jó az, hogyha van egy kis biztonsági sziget. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ezt szerettem volna nektek megmutatni, és nem szeretném, ha most azt gondolnátok, hogy Úristen, mi van, ha nekünk nincsen keretünk juggleboardra, vagy zsonglőrlabdákra, akkor szeretnének megnyugtatni, hogy ez, ettől nem kell félni, ugyanis rengeteg lehetőség van arra is, hogy otthon elkészítsetek ilyen eszközöket, például zokniba lehet tölteni bármilyen otthon is fel lehet, most mondok valamit, rizs, lencse, csak előtte mérjétek le, hogy nagyjából ugyanolyan súlyba kerüljenek be, ugyanolyan súlyú magok kerüljenek bele a zokniba, zárjátok rá, kész a zsonglőrlabda. Vagy amint láthattátok a zsonglőrtámlát, azt is meg lehet valósítani, azt is létre lehet otthon hozni. Mutatom nektek, hogy nekünk mi volt a béta verziója a juggleboardunknak, amin a féliskola megtanult juggleboardozni, és használtuk is, mai napig használják. Na, akkor vissza a PPT-be. Ez volna az, PVC csövekből áll, és ugyanolyan kiválóan működik, de láttam már példát arra is, hogy ruhaszárítón is nagyobb labdákkal, ruhaszárítón is lehet ugyanúgy gurítani a labdát, gyakorolni. Amit láthattatok, hogy mit csinál ez a két fiú, az kiválóan megvalósítható ruhaszárítón is. Én is próbáltam egy sulis ruhaszárítón készíteni nektek arról egy videót, csak az sajnos már egy nagyon elhasznált darab volt, és ott meggyengültek azok a szálak, és ott leesett a labda, úgyhogy célszerűbb lett volna nagyobb labdát választani hozzá, de nem lehetetlen, nem lehetetlen. Vagy én még arra gondoltam, hogy kiszuperált partvisnyeleket, 1, 2, 3, 4, 5 darabot megfelelő távolságra egymástól lehelyezni egy kartonra, és rögzíteni, és akkor venni 5 labdát, és ugyanúgy lehet gurítani, legalábbis elkezdeni ezt a juggleboardozást és zsonglőrködést. Köszönöm szépen a figyelmet! Dóri, nagyon köszönjük az előadást, és lehet, hogy kérném Bende segítségét is, hogy egy kicsit tekintsük át itt a kérdéseket, és nézzük meg, hogy közben van-e olyan, amire nem sikerült választ adni, mert itt azért mozgott a chat. Illetve én akkor még egyszer megköszönném, Dóri, az előadásodat, mert most egy beszélgetős rész következik, és akik YouTube-on nézik vissza az előadást, nekik ebben már nem lesz részük, csak azoknak, akik most itt személyesen együtt vannak velünk. Úgyhogy köszönöm a prezentációt, és nektek pedig, hogy itt voltatok. Nézzétek a Cirkusz Mindenkié Facebook oldalunkat és a zsonglőr.hu weboldalunkat. Sziasztok! Sziasztok!